Szeretettel köszöntöm Önöket, Kozma Kata vagyok, a Kék Kulturális Élmény Klub vezetője. Jó, hogy ma este együtt vagyunk. Ez a Kék Klubnak a havi nyilvános eseménye, havonta tartunk egy ilyet. A kulturális utazóknak és a világra kíváncsi szobaturistáknak tartunk Online programokat, előadásokat, interaktív előadásokat, zoomon esténként, utána pedig beszélgetünk, mint ma este is fogunk. Ez a ma esti program különösen kedves számomra, ugyanis tavaly a Kék Kulturális Élményklub ezen az előadással indult, csak akkor még nem rögzítettük, nagyon-nagyon szerettük a Boldogság nyomában a Himalájai Butánban című előadást Valcsicsák Zoltán előadásában. És akkor megfogadtuk, hogy ezt egyszer megismételjük. Nagyon jó, hogy ezt így együtt nézhetjük ma, ma este meg. Valcsicsák Zoltán 2011-ben járt először Butánban, a fenntartható fejlődés, a bruttó nemzeti boldogság és a, a buddhizmus iránt érdeklődött, ezért kereste fel Butánt, majd beleszeretett, és azóta már 15-ször járt ugyanott a Loden Alapítvány önkénteseként, illetve utazókat is visz. A barátnőm, ha megengednek még egy személyes történetet, Barátnőm vele volt, és azt mondta, hogy tényleg egy csoda kis ország, és hogy ő valóban sokkal boldogabbnak érezte ott magát. Hát ezt majd megkérdezzük Zolitól, hogy miért van ez. Először még Zoliról néhány mondatot mondanék. Ő volt, aki kezdeményezte, az első butáni filmfesztiváltól világon, amit azóta rendszeresen megtartanak, és gyakran hív butáni előadókat Magyarországra is, és ő a Magyar Butáni Baráti Társaságnak az elnöke, rendszeresen vannak találkozói, amihez lehet csatlakozni, szeretettel várják az érdeklődőket. Én a hétvégén a Facebookra kitettem egy posztot, aminek, amiben 15 plusz 1 érdekességet soroltam fel Butáról, ami, ha lehet így mondani, nagyot ment, mert közel 900-an lájkolták, és nagyon sokan megosztották, és csodálkoztak az emberek, hogy fű milyen érdekességek vannak itt. Zoli, megkérdezném, mielőtt elkezded az előadásodat, hogy szerinted a 15 plusz 1 érdekesség közül mi lepte meg leginkább az embereket? Most tesztelet, hogy, hogy tudom-e a 15 plusz 1 et Nem, nem, nem. Hát te pontosan tudod, mert ugye azt azért még így elmondanám, hogy Zoli írta ezt a könyvet, nem tudom, hogy mennyire látszik. Álmomban, butánban ébredtem. Hát ebben a formában úgy tudom, hogy már nem kapható, de elbukként igen. A plusz egy lepte meg leginkább az embereket, miközben ott aztán tényleg érdekességek vannak. A legmeghökkentőbbnek azt találták, hogy Butánban vadon nő a kanabisz, és a sertéseket ezzel etetik, hogy jobb étvágyuk legyen, és ezért mondják, hogy náluk még a disznók is repülnek. Szóval ezt tartották a legmeghökkentőbbnek, de szerintem fogsz te nekünk ennél sokkal meghökkentőbbeket tartani. Az kiderült, Kat, hogy ebből mit tartottak meghökkentőbbnek, hogy vadon nő, vagy hogy hogy etetik, hogy, etetik. Jó, okay. hogy ezzel etetik őket. Oké, okay, rendben. Lesz egy ilyen diám. Esetleg, hogyha még valamit megosztanál magadról, ugye azt nem mondtam, hogy a, a Corvinus Egyetemnek vagy a PSD hallgatója, és a kutatási területed Fú, ezt, ezt leírtam, bocsánat, hogy nehogy elrontjam, értékvezérelt butáni vállalatok. Erről is fogsz most mesélni, vagy majd a következő előadásodban. Ugye lesz még egy előadásod a klubban augusztusban, de ez szerintem egy nagyon izgalmas téma, és igazán érdekel engem. Hát erről most nem fogok beszélni. Aha. Tényleg visszamentem a corinus tanulni, és. Van is diák igazolványom, a múltkor a Metróban nézték, hogy ugye csekkolták, hogy nekek megvan. Megmutattam, rám nézett, végnézett rajtam az ellenőr, és mondta, hogy jó tanulást, uram. <laughs> szóval kicsit túlkorosnak érzett a, 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 ahhoz, hogy, e, hogy diák legyek, de igen, e, van részlet, részletesen nem beszélek erről, de ez is ide. Hozható a bruttó nemzeti boldogságon keresztül jutunk el oda, hogy egy vállalatot, egy vállalkozást kicsit másképp is lehet hát, csinálni. És én ezt kutatom, hogy hogyan lehet és hogyan csinálják utánba és ebből mit lehet áthozni más országokba. És tudunk tanulni a butániaktól, hogy hogyan legyünk boldogabbak. Jó, majd a végén megválaszoljuk. Jó. Hát reméljük, hogy jó tanulók leszünk, igen. Majd meglátjuk, hogy a mai nap az mennyire lendít a boldogságon. Egyet ígérhetek, senki nem lesz feltétlenül boldogabb az előadás végére, de viszont sokkal közelebb fog kerülni ez a szerethető kis országhoz, jobban meg fogja érteni. És hát azért is örültem, hogy meghívtál, meghívtatok, mert Egyrészt ez egy olyan ország, amiről nagyon keveset tudnak az emberek, és szerintem izgalmas róla beszélni. A másik, hogy nagyon sok butaság van bel a, a, a neten, mindenhol erről az országról a mai napig. Tehát, hogy nem tudom, két millió laknak ott, ami bőven több, mint ami igazság. Sőt, a múltkor belefutottam abba, hogy egy utazási iroda pálmafás tengerpartot ígért a butánba menőknek. Hát ez egy eléggé hogy mondjam, ez már a határeset, mert ugye tengere sincs. Na, szóval, hogy örülök, hogy itt vagyok, és nagy, nagy örömmel jöttem, nagy örömmel osztom meg a élményeimet. Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Átadom a szót. Köszönöm szépen, és mint mondtam, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Részben azért is, mert láttam, hogy volt szó nem is rég a finn, tehát egy európai ország boldogságáról, és lehet, hogy voltak is ott hallgatók, akik ma is itt vannak. Nagyon érdekes ezeket mindig összehasonlítani. Én Butánt először egy boldogság listán, boldogság listán láttam, nem tudtam igazából akkor még semmit Butánról, viszont ez a boldogságlista nagyon más volt, mint az, ahol Finnország az első, mert itt nem csak azt nézték meg, hogy mennyire boldogok az emberek, bárhogy is tesszük ezt, most ezt zárójelbe teszem, de mellé tették azt, hogy mennyi az ökológiai lábnyoma, milyen, illetve milyen erőforrásokat mozgósít természeti, humán, egyéb erőforrásokat az ország, hogy elérje ezt a boldogság szintet, amit elért. Ebben a pillanatban, amit ezt betesszük a képletbe, az országok, skandinávok, Nyugat-Európa, Európa, Amerika, Észak-Amerika, leesnek ezen a ezeken a listákon, mert óriási az ökológiai lábnyomuk, még egy Finnországnak, Dániának is, és előtérbe kerülnek olyanok, mint Kosztarika például, nagyon sokszor, illetve Bután. Tehát én így ismertkedtem meg először Butánnal, hogy láttam egy, egy boldogság listám. És hát a boldogságról szeretnénk ma beszélni, de elsősorban Butánról fogok, mert én ahhoz értek. A boldogsághoz kevésbé, őszintén egy kicsit már a butániak is unják azt, hogy mindenki azt gondolja, hogy ők a legboldogabbak, mindenki a boldogságát keresni jön ebbe az országba. Ez az egyik probléma, ezzel a másik az összehasonlíthatóság. Valjuk be, eléggé fura összehasonlítani országokat, mind a kettő mondjuk ország, de mondjuk vegyük Butánt, és utána vegyük Kínát. Ugye mind a kettő egy ország, azt mondjuk róla. De értelmezhetetlen az összehasonlítás. Semmilyen szempontból nem lehet összehasonlítani őket. Ezek mesterséges határok, vagy történelmére kialakult határokon, ilyen-olyan egységek. Tehát én nem vagyok nagy híve őszintén a boldogság versenynek, de fogok beszélni természetesen a boldogságról is de elsősorban butánról, és abból majd kisejlik, én azt gondolom, hogy hát lehet, hogy nem az, hogy mitől boldogabbak, de hogy mitől derűsebbek, mitől kiegyensúlyozottabbak. Főleg ez a kettő jelző jutná eszembe, az szerintem ki fog derülni. És hát az első, az első Mondjuk egy definíció, amit idehoztam, mert ugye végtelen van, az pont egy butáni, ami szerint a boldogság a szellem szabadságából ered. És ugye ellenpontozzák ezt azzal, ez a buddhista elképzelése, hogy a szenvedés az viszont az érzelmek börtönéből. Ezt is oda lehet függeszteni a sok definíció mellé, lehet tragicsálni, lehet gondolkodni rajta meg lehet fontolni, hogy van-e igazság benne. De az biztos, hogy Bután neve összekapcsolódott a boldogsággal. Ennek az egyik oka az maga a turizmus és a turisztikai marketing. Ugye minden ország köré építenek egy imást, ez Butánnál két, tehát tavalyig, tavaly szeptemberig az a szlogen volt, hogy a boldogság helyhez kötött. Happiness is a place itt volt, itt látható ez a szlogen és a maga az a, e, e, ábra, amivel logó, ami most már nincs, de ez nagyon jó mutatta, hogy erre építették a turisztikát. Sőt, a boldogság világnapja is e, miattuk van március 20-án. E, ugye, amikor arról beszélt a finn előadó, hogy a World Happiness Report, és ott a Finnország az első, hát az a World Happiness Report bután miatt. Kezdődött el, akkor az ENSZ bután kezdeményezésére kiadta az elsőt. És a Boldogság Világnapja is ő miattuk van. De a döntőbb ok, amiért mi, úgymond nyugatiak, összekapcsoljuk a boldogságot butánnal, az alapból egy olyan attitűd, hogy hajlamosak vagyunk mi rávetíteni, keletre, Ázsiára, az egzotikusnak mondott helyekre különböző dolgokat, például azt, hogy ott az emberek boldogok. És az egyik oka ennek az, hogy a kultúránkban olyan nagy szerepet játszott a itt Látható könyv, ami magyarul Déri Tibor fordításában a Kék Hold Völgye, biztos sokan olvasták is, ami akkor született, amikor az Amerikában, vagy egy angol író, de egy angol száz területen, amikor a legnagyobb világválságban az emberek a megélhetősükért aggódtak, és ki voltak éhezve azokra a mesesztorikra, azokra az álomtörténetekre, történetekre, amik elrepítik őket egy olyan helyre, ahol ők boldogok. És itt, van, itt jelent meg az, az a szó, ami a mai napig rá van aggatva az angol száz világba, Butánra, ez a shangri Sambalának is mondjuk mi, de shangri és az utolsó shangri az utolsó hát paradicsomi himalájai ország az után. Tehát a mai napig, ha az ember meggooglizza, akkor az jön föl. És ez ide vezethető ehhez a könyvhöz, nagyon érdemes ebbe belenézni, és megmutatja azt, hogy a mi kultúránk hajlamos átfesteni ezeket az országokat olyanra, ami nekünk érdekes, nekünk fontos, sok utasom keresi ezt, próbálom őket erről eltéríteni a fele, ami szerintem ö, 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 talán jobban összhangban van a buddhista szemléletmóddal, ami azt jelenti, hogy nézzék meg, ami van. És ne azt lássák, amit szeretnének, hogy látni, amit látni szeretnének, ami a fejükben van. Mert hát ugye fölmerült a kérdés, hogy itt van ez a boldog csirke. Nem tudom, ha most egy teremben lennénk, megkérném, tegye fel a kezét az, aki azt gondolja, hogy ez egy tényleg egy boldog csirke. Mert ugye úgy hívjuk, hát szerintem hát általában senki nem teszi fel a kezét, mert ez egy döglött csirke, amit meg fogunk enni. Mégis az a neve, hogy boldog csirke, én ezzel csak azt akarom mondani, hogy a szavaink egyrészt kűresettek, másrészt sokszor az ellenkezőjét jelentik már annak, ami eredetileg volt. Bizonytalanok lettünk ebben, mit jelent az, hogy boldog, mit jelent az, hogy demokrácia, szabadság, és sorolhatnánk ezt egy hosszú lista. A lényeg az, hogy bennem volt a 2011-ben, amikor összementem Butánban, bennem volt a kelet-európai kisördög, ami azt mondta, hogy hát ez nem létezik, hogy egy ország a brutó nemzeti boldogságot teszi központi politikájává, és hogy ott az emberek boldogok. És bennem volt az is, hogy akkor nézzük meg magunk. Menjünk, nézzük meg. Ne higgyünk semminek, ne higgyük el, mikor azt mondják, hogy boldogország, hanem menjünk oda és nézzük meg. Tehát erre sarkalanék mindenkit, és ma is ehhez egy segítséget nyújtanék, el szeretném vinni önöket, titeket Butánba. Én 2011-ben kerültem ugye először oda, és lefeküdtem aludni első éjjel, és álmomban megjelent a mögöttem látható Guru Rinpoche, aki elhozta Butánba a buddhizmust, és hát ez erős, elég erős, úgymond welcome drink volt, elég erős üdvözlés. 2011 után hazajöttem, és szerettem volna közelebb kerülni Butánhoz, de kiderült, hogy rengeteg orientalistán közül egy se senki nem írt róla, muszáj volt nekem könyvet írni róla, bot csinálta but, buthaló, but, butanológusként, mondjuk így, és akkor írtam meg 15-ben ezt a könyvet, amiről Kata is beszélt. És hát mondom, én azt szeretném ma, hogy jöjjenek velem, nézzük meg Butánt, nagyon sok képet hoztam, történeteket, sztorikat, információt, hiteleset, próbáltam minél hitelesebbet, Nézzük meg, hol van először is. Tehát Bután itt van a Himalájában, én Nepálból szoktam a csoporttal berepülni, és utána két szomszédja van összesen, két nagyhatalom, atomhatalom, Kína és India. Ezek közé van beszorítva ez a picike ország, és mondom, Nepálból szoktunk berepülni, és baloldalt ülünk a repülőn, ezt mindig elintézzük, mert akkor gyönyörűen látszik a Himalája vonulata. Itt már tippelhet is, aki nézi a képet, hogy vajon most milyen csúcsot látunk. Segítek. Ezeket a képeket ugye én készítettem telefonnal a repülőből, szóval nem egy nagy dolog. Ez ugye az Everest. Kicsit tovább menve a Kancsenzönga. Itt már majdnem a indiai határnál vagyunk, majd utána Butánál. Itt már egy egy emléktábla is e, 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 jelzi azt, hogy Erős Zsolt és Kispéter 2013-ban ezen a hegyen halt meg. És innentől már nagyon közel vagyunk Butánhoz, ott ahhoz, hogy leszálljunk, ügyes pilótákra van szükség. Ők a szemükkel követik a folyóvölgyet, itt nincs radar, és az egyikük, mármint a pilóták egyike, a király apósa. Tehát a szerencsénkben ő teszi le a gépet. És itt balra látjuk rögtön ezt a kolostort, itt már majdnem leszáll a gép, ez aki látta a Kis Butha című filmet, azt tudja, tudhatja, vagy felismerheti, hogy ez a kolostor, ahol Bertolucci a filmet forgatta, a filmnek sok jelenetét. És hát leszállunk erre az állítólag nagyon veszélyes repülőtérre, hát azért állítólag, mert mondom a pilóták, akik itt leszállnak, azok tudják, hogy mit csinálnak. Egyetlen egy baleset volt a 80-as évek óta, amikor megnyílt. És akkor leszállunk, akkor parasztházak mellett van a gép. Ezek nagyon jellegzetesek, erre még vissza fogunk térni. Tehát megérkeztünk, kb. 2200 méter magasan vagyunk, és Butánba, a kristálytiszta levegői Butánba, és hát fölülről egy szatelit képen így néz ki Bután, nagyon szépen látszik, hogy felül fehér, alul zöld, tehát indián, az indiai határ olyan magasan van, mint ahol most ülünk, 100 méter, viszont Északon 7000-es csúcsok várnak minket, 5000-es, 5500-as hágókkal, ha át akarnák menni Kínába, Tibetbe. És nagyon szépen látszik, hogy észak-déli észak-déli völgyek szabdalják ezt az országot, ugye a gleccserekből indulnak a folyók, és mennek végig az országon, is, általában a, a, legtöbb folyójuk a Brahmaputrát, az indiai Brahmaputrát táplálja. És hát leszállunk, baloldalt látszik a Pöcs, Páró, Páró, a nemzetközi repülőtér, a sárga csillag pedig, ahogy tovább megyünk, az a főváros. Tehát elindulunk balról jobbra, ami azt jelenti, hogy ugye nyugatról keletre, az egyetlen úton után van. Egyetlen út van, hágon fel, 3000, aztán 2000-2200-völgy, majd megint egy hágó, megint egy völgy, és így haladunk nagyon lassan, és minél több pénzünk és időnk van, annál messzebb jutunk keletre. A ország neve, ahogy Hungary is ugye magyar országhoz viszonyítva nem sok kapcsolat van, itt is a Bután Drukjulhoz hoz viszonyítva nem sok kapcsolat van. A Drukjul azt jelenti, hogy sárkány, föld. Illetve a Druk azt is jelenti, hogy mennydörgés. Ezért szokták a mennydörgő sárkány földjének hívni Butánt. Ez a zászlaja, ez ugye egy őrzővédő jó sárkány, ami a szembe a nyugati mesékkel pozitív hős. És hát hoztam egy pár érdekes információt, ugye folytatva Katának a listáját, amit föltett a Facebookra. Ez kisebb, mint fele ez az ország Magyarországnak, kevesebb, mint a fele, és egy budányi 780 ezer ember lakik itt, aki viszont 20 nyelven beszél. Annyira elzárt völgyekbe éltek ezek az emberek, soha nem volt gyarmat, és több mint száz éve nem volt háború. És talán itt el is jutottunk a boldogság egyik forrásához, Száz éve, több mint száz éve, a 20. században egy háború se volt, teljesen elkerülte az őrület a, ezt a kis országot. Buddhista, már a 7. század óta, későn lépett ki a modernitásba, 20. század elejétől van csak kábel tévéje, internete. parlamentáris demokráciába is későn érkezett, 2008-ba. És fő bevételei a turizmuson kívül az elektromos áram, amit gyors folyású folyóikra tettek, és a segélyek, főleg India segélyezi, teljesen indiai befolyás alatt tágazdaságilag és politikailag, ennek az oka az, hogy ez egy puffer állam Kína és India között. Mai napig határvitákkal Kínával. Ez egy karbon negatív ország, tehát csak kevés ilyen ország van a világban, nem hogy semleges, hanem több oxigént ad, mint a, tehát több széndiokszidot köt meg, inkább így mondom, mint amennyit kibocsát. Ez azért van, mert nincs ipar gyakorlatilag, viszont nagyon nagy a erdő terület. És a vezetési erről beszélni fogunk, az a bruttonemzeti nemzeti vagy össznemzeti boldogság. Ez az egyetlen a világon, ahol a boldogságot tűzték ki végcélnak. Illetve nagyon sok minden tilos ebbe az ország, az mindig érdekes, óriás plakát nincs, csak néhány a királyi családdal, mindenki szabadon, alkotmányban rögzítetten, szabadon gyakorolhatja a vallását, de térítenie nem szabad, Engem többször próbáltak megteríteni keresztény taxisofőrök, keresztény hitre. Én elvileg följelenthettem volna őket, de hát miért tennék ilyen butaságot? Hegymászás is tilos, szemben a Nepállal, itt a 6000-es, tehát 6000 fölé nem mehetnek mászók. Tilos fotózni a templomokban, ez nagyon pozitív, mert mondom, ismét csak a Nepálban szabad. Butizmus miatt vadászat, halászat itt nincs, nagyon szigorúan veszik, és olyan érdekes, hogy ez egy államvallásában buddhista, de külön választották az egyházat és az államot 2008 óta, a szerzetesek nemhogy nem választhatók, de nem is szavazhatnak a parlamentáris, a parlamenti választásokon. És hát tovább menve, ugye itt szépen fel fognak tárulni a boldogság titkai, én azt mondom, Ma már mindenki tudja, hogy a természet és az az való kapcsolat az nagyon sokat segít abban, hogy jól érezzük magunkat. Nem feltétlenül boldogok leszünk, de jobban érezzük magunkat. Butánban 70%-a erdő, Magyarországnak kb. 25, és az alkotmány rögzíti, hogy mindig 60 tehát 60 százalék alá nem mehet ez a szám. És a fele természetvédelmi terület ennek az országnak, tehát ez egy nagyon zöld ország, szemben mondjuk Tibettel, ugye aki volt ott ismeri, tudja, hogy ez egy kiszáradt plató, és a kapcsolata az embereknek a természettel a szereteten és a tiszteleten alapul, és ennek nagyon ősi gyökerei vannak, ezért nagyon kiemelten foglalkoznak a természet védelmével, a megfelelő erdőgazdálkodással, stb., emiatt például nem vágjanak ki és adnak el fákat. Egy kicsit sétáljunk butánba, hogy jövünk, megyünk, ilyen látvány tárul elénk. Mint mondom, ez egy erdős, hegyes terület, és ilyen folyóvölgyek belaknak az emberek, ugye ők se hülyék, nem mennek föl magasra. Ezzel nem azt mondom, hogy a nomádok hülyék, mert ők fölmentek magasra, mert vannak olyanok is, négy-öt ezren a jaktenyésztők, de ezek kisebbségben vannak a többség ezek a igen jó klímájú völgyekben lakik, és látható teraszosan művelik a földet, rizs elsősorban az alap élelmiszer, és akkor ahhoz a többi zöldség, gyümölcs. Tehát innen az is látszik ezeken a képeken, hogy itt nagy falu, falvak nincsenek, itt inkább tanyasias jellegű a gazdálkodás. És hát a gazdálkodók megküzdenek az állatvilággal is, főleg a vaddisznókkal, de közben olyan hát egzotikus és máshol kihalás szélén álló fajok is háborítatlanul, vagy majdnem háborítatlanul élnek itt Butánban, mint ezek a e, itt látható állatok. Az egyikük a kormosfejű daru, Tibetből érkezik, Tibetből átrepül a himalája felett, és itt el Butánba. Novemberben megyünk megint csoporttal, ha szerencsénk van, meglátjuk az első példányokat, akik érkeznek. És hát ilyen állat is van itt, ez a nemzeti állat, úgy hívják, hogy takin, és aki szeretné megnézni a budapesti állatkertben is, sőt vidéken is megnézheti. Ez egy fura hibrid állat, és a butániak szerint ez a itt látható 15-16. századi buddhista mester Druppa Künli rakta össze, ő alkotta, Tukpa Künli nagy ember volt, egyszer egy, egy szarvasmarhát, egy tehenet és egy kecskét egyszerre fölzabált, és hát ott ült a csontokon, büfizgetett, emészgetett, és hát a parasztoknak ez nagyon nem tetszett, hogy ez így, így, ez így mégiscsak egy buddhista tanító, és hát rosszalólag nézték Drukpa Künlit, aki elszégyelte magát, fogta, mágikus erejével a csontokat összeforrasztotta, és húst lehelt rá, és így lett a tehénből és a kecskéből a Takin. Hát ez a történet, mondom, nagyon érdekes kis állat. És hát szó volt erről a növényről, ez a kép a fővárosban, ami körülbelül most már 150 ezres, tehát egy komoly város, egy 780 ezres országnak. A főútja mellett készült, pár éve, hát itt tobzódik a kanabis, kicsit inhalálni beléptem a, a, a bokorba, most ugye ezt a poént lelőttük, ezt nem nagyon használták hagyományosan tudatmódosítóként, talán néhány sámán, mert az is van, de úgy a közember nem szívta, mondjuk így egyszerűen. A parasztember odatta a disznónak, hogyha az nem akart enni, tehát nem volt étvágya, akkor kicsit etette a kenderrel, akkor jobb lett az étvágya, többet evett, bealudt, jobban hízott, és még a húsa is jobb lett. Zárójel, Kaliforniában most már vannak olyan, olyan hentesek, ahol kifejezetten kenderrel etetett, disznóból készült húsáru árulnak. Hát ilyen is van itt. Tehát a természet egy alap, egy alap élménye az embernek, nagyon sokan ezért is mennek butánba, a zöld, a gyalogtúrára, a stb. A másik kézzelfogható okat talán annak, hogy a butáni ember általában jól érzi magát, az az, hogy egyrészt erős hagyományok ágyazva él, másrészt pedig nagyon összetartó erős közösségekbe, család, családi és nagycsaládi közösségekbe. Ugye kezdve a hagyományok, nagyon szembetűnő a nemzeti viselet, nőknek úgy hát, hogy kira, férfiaknak pedig úgy, hogy gó. A gó az izgalmasabb, ugye látszik, hogy ez egy ilyen kaftánszerű, kimonószerű valami, ott a nagy zsebbe, a kenguru zsebbe fölül, ott minden elfér. Tehát a kocsikulcs, a telefon, a laptop, a minden, és ebben a ruhában kell nemzeti viseletben iskolába menni, mint ezek a gyerekek, akikkel találkoztam, hát ők majdnem másfél óráig gyalogoltak oda és vissza a suliba, ők már vidámabbak, mert visszafelett tartottak, szintén a suliból. Itt ezek a fiatalányok vallási fesztiválra öltöztek ki. Ha az ember kolostorba megy, akkor is föl kell vennie, és akkor is föl kell vennie, hogyha a önkormányzathoz államigazgatásba ügyeit intézi. Tehát három helyre kell fölvenni, amúgy nem kötelező. Hát fiatal ugye elkezdik ezt hordani, nekem is van, én nem tudom fölvenni, nem könnyű, mindig segítenek. És hát ö, megnő a gyerek. Az úriember ilyenkor megszoktam kérdezni, hogy ugye milyen foglalkozása lehet, ezen el lehet gondolkodni, hogy vajon ez az úriember mit csinál. Ö, ő egy biztonsági őr. Éppen a király születésnapi bulia volt a stadionban, és ott fotóztam le. Valószínűleg a világ egyik legcsinosabb biztonsági őre. S hát ez a viselet fölkerült már a keresztáblákra is, ugye bal oldalon látszik, hogy hogyan kell átmenni a zebrán, és az úriember pont úgy megy el, illetve fölkerült a mosdókat jelző táblákra is, ott van, szintén megvan a, még a szlogen, hogy a boldogság helyhez kötött. Hát ha a titkát keressük, van akinek elég az, hogy eljut a következő mosdóig. Van ilyen utasom, ugye Ázsiában nem ritka, hogy az ember szalad, néha elég ennyi a boldogsághoz. És hát a parasztember ősidők óta évszázadokig ilyen házakban lakott utánban. Tehát, mint mondtam, ezek tanyasias jellegűek, vagy nagyon pár házból álló kis falvak. Itt is ez a falu, ahol volt, amit talán volt négy-öt ház, és ez a ház egy Tipikus ház egyik részről, alul az állatok fölül az emberek, de ott középen a pagodás piros-tetős rész, az egy templom. Ez se ritka. A család egy templomot fenntart, láma nincs, csak jön vendéglámák, és itt tartják a szertartást a falunépnek, és a család tartja fönn, apáról fiúra szállva a templomot. Az első és egyetlen eddig magyar butáni dokumentumfilmet, a Monostor gyermekeit, azt pont egy ilyen családról forgatta egy magyar és egy butáni filmrendező. Most forgatják a második filmjüket, Zulbó Dorottya, Árun Bataraj, ez az nemzeti összboldogságról fog szólni, nagyon izgalommal várjuk. Na tehát itt laknak az emberek a, a, a parasztházban, hogyha bemegyünk a központi terem vagy szoba, az ugye a konyha és az étkező, ez a legnagyobb, és itt középen a bukari, azaz a e, vaskályha, ez mindig, e, mindig ég a tűz, rajta a víz, a teának, főznek valamit, és e köré ülnek az emberek. De ugye ez a e, fotó, ugye egyrészt a saját fotóim vannak, másik részről e, butániak Facebookra föl tenni izgalmas fotókat, azokat hoztam még ide. Tehát ez egy régebbi kép, de ma ugyanígy esznek. A butánia körbeülnek, és kézzel eszik a rizs és más ilyen ragu, ragu ételeket, zöldség és hús ragu, főleg zöldség volt alapból, húsnak a sertést, azt már említettük, és a csirkét eszik, nagy néha a marhát, az már egy ritkább dolog, más nem nagyon. Tehát itt nincs, nincsen birka már, volt régen, most nincs, nincsenek más szárnyasok. És hát a nemzeti étel nagyon érdekes, mert magyar szemmel ez egy eléggé ismerős látvány, száradnak a csili paprikák butánba, ez egy, hát ezért megörülnek a butániak. Tehát csili paprika nélkül nincsen élet, nincsen étel. És a nemzeti étel is, itt látható, hogy miből áll össze, az emából, ugye ez a csili, a daciból ez a e, ilyen kicsit túrószerű vagy gomolyaszerű friss sajt, kis olaj, hagyma, fokhagyma, lehet beletenni, krumplit, e, e, gombát nem muszáj, és abból lesz az ema daci, ami egy piszok erős lecsó. Mert csak és kizárólag erős paprika van benne. Tehát ez még a magyar embernek is azért elég kemény. És a másik hagyományos e, közösségépítő, e, Erő vagy dolog az maga a nemzeti sport, ami a iászat. Az iászat azt csak férfiak, hagyományosan csak férfiak iászkodtak. Nagyon kicsi a céltábla, látszik mögöttük, és 140 méterre van. Tehát a jó ember, aki éppen céloz, 140 méterre lévő céltáblát próbál eltalálni, hát nem könnyű bambuszíjaikkal. 2016-ban megszerveztem az első olyan összecsapást, ahol egy külföldi, hát magyar hagyományos íjászok csaptak össze butáni íjászokkal. Ilyen még nem volt, soha nem voltak külföldi hagyományos íjászok butánba. Nagyon izgalmas volt, mindenki a saját, saját íjával próbált eltállni a 140 méterre, tehát butáni szabályok szerinti céltáblát. Hát nem volt könnyű a magyaroknak. Ami izgalmas, és talán ez is egy oka annak, hogy a butáni társadalom után kiegyensúlyozottabb és sok szempontból hát mondhatni boldogabbnak, az az, hogy a nők szerepe nagyon más, mint a környező országokban, sokkal szabadabban és, és függetlenebben élnek. Az egyik oka ennek az, hogy ők a legtöbb régióban, ők, akik örökölnek. Tehát övék a ház, övék a föld. Ez ugye nagyon megváltoztatja az erőviszonyokat, mondjuk így, a dinamikát, és hát az első, nagyon, az első olimpikonjuk is egy női íjász versenyző volt, ami mutatja, hogy hagyományos íjászatban nem léphettek be a nők, de az olimpiai sportba igen. Azóta, hogy a magyarokkal elkezdtek ijászkodni a butániak, ez nagyon intenzív Kapcsolat megváltoztatták a butániak a szabályokat, több száz éves szabályokat, és most már nőket is bevesznek ugyanúgy, mint a magyar íjászok. Tehát a hagyomány, a, a, a falu közösségek egy igen fontos része volt annak, hogy Butánban az emberek más mentális, más, más, mondjuk nagyon visszatérve boldognak nevezzük őket egyszerűbben, talán boldogabbak. És hát a másik ok az a spirituális hagyomány, ami döntően buddhizmus. Vannak hinduk, 20-25 százalék, de az elsőprő mértékben a hagyomány buddhista alapú, azon belül is a tantrikus buddhizmus az, ami Butánba elterjedt, tibeti, himalájai buddhizmus, ami ezoterikusnak, tantrikusnak is hívnak. Leegyszerűsítve, ez a buddhizmus gyorsítósávja, magyarán azt ígéri, hogyha megfelelő guruval, megfelelő tanítóval a megfelelő tantikus praktikákat követed, akkor még ebben az életben eljuthatsz a megszabadulásig, a megvilágosodásig, még ebben az életben. Ugye ez egy, ezért mondom, ez egy gyorsítósáv, sáv, újra meg újra újjá kéne születned, amíg eljutsz ide. Tehát ezt ígéri ez a buddhizmus, és annak is a druppa kagyű ága, a sárkányrend, ami butánban mondhatjuk államban ha bár mondtam, hogy az alkotmány szerint most már azért jobban külön van választva az állam és az egyház. És hát a természetbe ágyazva gyönyörű buddhista kolostorok és szentélyek vannak butánban, mint ez a zarándokhely, a tigrisfészek, ami száz éve így nézett ki, nem volt nagyon más, sokkal eze volt megközelíteni, de épület hasonló volt. 1998-ban ez teljesen leégett, ez az épület, és újraépítették, ahogy most látszik. Nagy kolostor erődök vannak minden megyében, 20 megyében 20 kolostor erőd, itt például az egyik, az 1100 méter magasan vagy alacsonyan lévő a völgybe, ez egy koronázási templom vagy kolostor, és itt volt a esküvője is a királynak. Ezt már említettem ezt a kolostort, itt már látszik, hogy ezek erődök, nem csak kolostorok, és a tibetiek ellen épültek, a tibeti betörések ellen. Itt, volt, itt forgatta Bertolucci a kis Butatzi filmet. És ahogy haladunk, mondom, ide-oda csoportokkal szoktunk menni ugye Butánba, akkor számtalan ilyen helyre eljutunk, mint például ez a Gante Kolostor, sártabb ilyen kis csoporttal. És hát körülöttünk a többi turista, nem sok. És hát a kolostorokban ugye szerzetesek vannak. Régen ilyen fiatalon adták be őket, a családok mindig igyekeztek egy-egy fiút a kolostorba beadni. Ma már inkább ilyen korban, késő tínédzser, kora 20 éves korban maguk döntik el, hogy belépjenek, és aztán ugye itt is idősödnek meg. Őket sem kerüli el a modernitás. Egyszer találkoztam egy három éves elvonulásról lévő szerzetessel a hegyen, aki kérte, ha legközelebb jövök, hozzak neki Európából, Magyarországról jó minőségű japán Sony kamerát, mert nem akar vacak kínait venni itt lent Timpuban, a fővárosban. Tehát már nagyon kifinomult a ilyen irányú ízlésük is a szerzeteseknek. És hát képen Mathieu Rikár a talai láma francia tolmácsa látható, egy nagyon ismert buddhista szerzetes, aki szintén Butánhoz kötődik a mestere révén, ő volt az egyik első szerzetes, aki tudományosan vizsgál, tudományos vizsgálatok alá vetettek, miközben meditált. Ez látható a képen. És ma már ez bizonyított, hogy aki meditál, az kevésbé hajlamos a depresszióra, jót tesz a stressz ellen is a meditáció, empatikusabbá teszi az embert, kiegyensúlyozottabbá, és pozitív érzelmeket is generál. Talán ez is egyik oka lehet annak, hogyha valaki buddhista, buddhista, gyakorlatokat végez, például Butánban, akkor jobban érzi magát, és mindezt a pozitív élményt megélheti. És hát nagyon látványosan a vallási fesztiválokban látszik a buddhizmus, ezek több napos lámatáncok a Kolostor udvaron, nép összegyűlik, mindenki a legszebb ruhájában, kirában, góban, és ilyen maszkos táncokat lát. És hát felbukkannak ilyen érdekes figurák is. A acsara az egy kicsit bohóc, kicsit poronmester, kicsit froclizó, aki pajzám versikéket farigcsál, hasonlóan Druppa Künlihez, akit említettem, hogy a takint is összerakta. És hát hiszik, hiszik hanem a vörös állat egy textil pénisz fityeg, ez is hozzátartozik a ő élmezéhez. Mindez mondom egy vallási fesztiválon, ugye furcsa lenne ezt egy keresztény kultúrkörbe elképzelnünk, ez is mutatja, hogy nagyon más után, sőt, a lakóházakra ilyen őrzővédő faloszokat festenek, amik nem termékenység jelképek, hanem távol tartják a rosszat. Az ártót, a gonoszt, a plegykát, mindazt, amit nem akarnak, hogy a házba bejöjjön. Tehát ezekkel találkozik az ember. Múltkor egy taxiba beültem, beszélgettem a taxissal, és mondta, hogy éppen most festi a házát, mondom, és faloszt is fognak festeni? Mondta, hát de, hogy az olyan ciki. Ami ugye azt mutatja, hogy a butániak is változnak miattunk, külföldiek miatt a mi értékrendszerünket vittük be oda, megjelentek az első sikongató, szelfizgető amerikai turisták a faloszoknál, és átgondolták a butániak azt, ami addig, mondom, se termékenység jelkép nem volt, se szexuális tartalma igazából nem volt, és ma már ők sem, vagy egyesek nem akarják felfesteni. Viszont van ilyen ember is butánban, ő az óvszeres, amikor én gyerek voltam, az ószeres jött nálunk, és ordította az a lovaskocsijával. Az ószeres ő egy ö, ö, minisztériumi alkalmazott, és éjjelre átvedlik, ahogy Batman, és ő lesz az ofszeres, egy ilyen furgonnal járja a fővárost, és hogyha valakinek szüksége lenne ószerre, hát ezek általában, ugye, szórakozó fiatalok, akkor őt föl tudják hívni, és ő leszállítja ingyen és bérmentve a ofszert. Tehát haladunk tovább. Az össznemzeti boldogság az, ami mindenkit nagyon izgat, és ha erről kezdünk el beszélni, nem tudjuk kikerülni a királyokat sem, mivel az egyik királyhoz köthető maga az össznemzeti boldogságnak a elve is, és ezt fogom most egy kicsit bemutatni önöknek. A királyi család, a mostani király felesége két gyermeke látható a képen, teljes nemzeti viseletben, díszcsizmában, nagyon népszerűek Butánban, mindenki nagyon tisztelettel és szeretettel beszél róluk. És hát a Timpu, a főváros, az így néz ki, ahol a király is lakik, egyre többen vannak ebbe a völgybe, csak megjegyzem, hogy 2011-ben, amikor először szálltam le, vagy érkeztem meg Páróba, akkor a ma látható épületek 80%-a nem volt ott. Tizenvalány év alatt ez egy 15 ezeres, hát inkább mondom egy völgyből, mint településből, egy 150 ezeres város lett. És hát a közelebbről megnézzük a kastélynak tűnő, királyi palotának tűnő épületeket, akkor csalódhatunk, mert a lenti az egy kolostor erőd, amit már mutattam, úgynevezett dzong. Itt a király dolgozik, ugyanúgy, mint a utista főapát, de nem itt lakik. Balra fent a parlament épülete, ez egy kétkamarás parlament, és igazán ott a bokrok jobb felső sarokban a bokrok park, mondjuk így a parkban lakik a király, királyi család egy szerény házban. Ez nem csak póz, ők komolyan gondolják a puritán életvitelt. Tegyük hozzá, hogy ez egy kicsi ország, mindenki mindent lát. Nagyon nehéz lenne szerintem fenntartani egy olyan világot, ahol egyik oldalról mond valamit, a másik oldalról meg egész más csinál. Ez ki hát áramlik, mondjuk így, vagy hat nem, nem sok mindenkire, köztük a miniszterelnökökre is ez a hozzáállás, tehát szinte elvárás, hogy ők is szerények legyenek, visszafogottak. Czering Topgé volt az előző miniszterelnök, hát nincs, aki tartsa a esernyőt, ő maga teszi ezt. A mostani miniszterelnök orvos, urológus, és dr. Loté Czering ezt a képet akkor posztolta, amikor a COVID alatt az irodájában lakott és hát a gólját is, vagy az ingjét is ő maga vasalta. És hát a miniszterelnök továbbra is rendel, tehát úgy mondhatom, hogy nem a Covid alatt kezdett el, hanem a előtt ugye orvos volt, praktizált, és a mai napig hétvégeken folytatja ezt. Hát visszatérve a mai királyra, őt K5-nek K5-nak hívja a nép, nem tisztetlenség, és itt az a furcsa, kép készült, ami Angliában soha nem készülhetne el. Az előző király, az, 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 apja, K4, átadja a koronát. Átadja a, ráadásul a, 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 hollós koronát, amin egy holló van, ez egy szent állat, és lemond a trónról. És ma már K4, K6-ot fésüli, biciklizik és nyugdíjas királyként él. Ez igazából az alkotmányban is most már rögzített: 65 évesen a királynak le kell mondani. És e, e, itt nincs az, hogy valaki e, haláláig király. Tehát K4-ről fogok most beszélni, az előző királyról, aki ugye mondom, most már nyugdíjas, ő is volt fiatal és jóképű. Oxfordba járt e, e, iskolába, Angliába, több iskolába is, köztük Oxfordba. És hát nagyon sok hatás érte, itt egy ilyen érdekes felvétel készült, amikor fiatalként találkozott Fidel Castroval, és hát beszédes a kép, ugye Fidel, most csak feltételezzük, hogy a kommunizmus előnyeit ecseteli a fiatal királynak, aki hát olyan óvatosan hallgatja, nem biztos, hogy egy királyságban ez a legjobb út, már csak azért sem, mert, és ezt a képet 2019-ben, tehát nemrég készítettem, a szomszéd, vagy nem messzi Nepálban, 2019-ben parlamenti választások voltak, és tudtam, 13 kommunista párt indult, köztük ez a óriás plakáton hirdetett párt is, és hát ott látszanak a példaképek, Marx, Engels, Lenin, Stalin és Mao. Tehát ez 2019 Nepál, ezt nem akarta után, nem szerette volna, ha ha egy ilyen politikai fordulat beáll az országba, a nepáli királyság gyakorlatilag megszűnt. Tehát visszakanyarodva, a király fiatal volt, 17 évesen került a trónra, majd 20 évesen egy újságírónak azt találta mondani, hogy nekünk a bruttó nemzeti boldogság, gross national happiness fontosabb, mint a bruttó nemzeti termék vagy a GDP, mondjuk így. Tehát ezt 76-ban kijelentette, és így is próbált kormányozni, hogy az alattvaló boldogságát próbálta előtérbe tenni. Ez ugye elég sokáig csak abban, hát, tehát egy abszurdista uralkodó hozzáállása volt, amíg 2000-es évek elején, az itt látható karma ura, nem kapta azt a feladatot, hogy építse ki az ösztönzeti boldogság mérési rendszerét nézzük meg, hogy tényleg olyan boldogok-e az alattvalók, illetve hogy mennyivel boldogabbak a következő felméréskor. Tehát ezt a feladatot kapta, és Karma ura ezt a mérési rendszert kiépítette. Nagyon érdekes csak megjegyzés, hogy amikor a nehézségekről kérdezünk, akkor arról beszél, hogy például dzonka nyelven, ami a hivatalos butáni nyelv, nincs olyan szó, hogy magányos. Nem létezik. Tehát amikor megpróbálták megtudni az emberektől, hogy önök magányosak-e, ebbe a nyelvi problémába ütköztek, hogy bizonyos nyelvek, mert húsz nyelv van, de az egyik legfontosabb nyelve nincsen szó utána arra, hogy magányos. Ami nagyon jól jelzi, hogy itt nem voltak egyedülálló emberek, itt mindig közösségben élt valaki, annak előnyei és hátrányai van, de az előnye az, hogy ugye, ha eldől, megfogják. Ha probléma van, ott van valaki, ha segít. Na, tehát, hogy ő kidolgozta ezt a rendszert, és öt évente mérik a bruttonemzeti nemzeti boldogságot. Nem, hamarosan a Tankapuja Főiskolának a Keréknyomok című újságjában, vagy folyóiratában fog megjelenni Karmaura cikke a Brutta Nemzeti Boldogságról, nagyon jó szívvel ajánlom, ősszel olvasható lesz részletesen. Na de most nem részletesen, mert ez egy eléggé bonyolult rendszer, órákig tart a lekérdezés, több ezer lekérdező biztos van, stb. De a butániak ezt a kilenc területet definiálták, és azt mondták, hogy ezt megnézzük, és akkor kiderül, hogy valaki, és aztán, hogy az egész ország mennyire boldog. Mondtam az elején, hogy már ők sem örülnek ennek a boldog szónak. A király is már kicsit sajnálja, hogy a angolul ezt a szót használta. Inkább mondhatnánk kiegyensúlyozottságot, derült elégedettséget, de hát mindegy, maradjunk ennél. Tehát visszakanyarodva itt látszik, hogy ez nem arról szól, hogy le kell váltani a GDP-t. Mert az ott van. Életszínvonal. Mennyi a bevételed, mennyi a vagyonod. Ezt megnézik. Ez egy alap dolog, ez ugye nem, nem lehet kivonni a, a, a képletből. Tovább menve megnézzük az egészségi állapotát az embereknek, milyen oktatási háttere van, ö, ö, amik úgymond ugye adják magukat, nem annyira különleges, de tovább lépve megnézik, hogy mennyire a természeti környezete, milyen, milyen. Hogy, és, hogy, és hogy változott? Elégedette azzal, hogy a természet, ami körülötte van, az őt elégedettséggel tölti el. Mennyire vesz részt a közösségi életbe? Mennyire vesz részt a kulturális életbe? Mennyire ismeri a saját kultúráját? Illetve hát itt már átkanyodunk olyan kérdésekre, hogy a mentális állapota milyen? Pozitív, negatív érzések, gondolatok, ezeket próbálják felmérni az elmúlt hetekben, hónapokban illetve megnézik, hogy mennyit alszik, mert azt gondolják, hogy ha nem alszik eleget, nem lehet hát boldog. És végezetül, de azért elég kiemelten megnézik, hogy elégedette a vezetőivel. A faluval, a falu közösség vezetőjével, a megyei szinttel és az országos szinttel. És ugye ez is egy kiváló visszajelzés a kormányzatnak, és mindez nagyon jó visszajelzés, mert ebből aztán az adatokból, amit agregálnak, és kijön egy számkülönben, tehát van egy index, 0 és 1 közé esik, ez kb. 0,75 század most, ami megmutatja, hogy Butánban a, a GNH, &A, vagy a bruttó nemzeti boldogság index, az ebben az évben ennyi. Minél nagyobb, annál jobb. És rengeteg adat van ebből, rengeteg regionális adat, kortcsoportok szerint, stb és ez kiváló ö, ö, táptalaja a döntéshozatalnak. Tehát tudják, hogy hova kell erőforrásokat, forrásokat biztosítani, illetve néz, megnézik, hogyha van egy, egy komoly infrastruktúrás beruházás, egy, egy vízerőmű, vagy egy útépítés, akkor az GNH-kompatibilis-e. Ahol persze megjelenik a fenntarthatóság, mind természeti, mind társadalmi szinten, tehát így fordítható le mondjuk nyugati zsargonra, de ők így mondják GNH kompatibilitás, és ha nem, akkor elkaszálják. Igyekszünk egy magyar céggel komposztüzemet építeni, Butánba most szintén át kellett menni ezen a szűrőn. Hát mondjuk a komposztüzem az olyan típusú, ami viszonylag könnyen át is ment. A, kezdünk a végére érni a listánknak. Egyik kiemelt boldogság alap a jó közbiztonság. Ugye ezt mondtam, hogy béke az követő, mint száz éve van. emeli a bűnözés is nagyon visszafogott, nő, de visszafogott, és nagyon komoly a, a közbizalom az emberekben egymás iránt, és a hatalom iránt is, a vezetők iránt is. Ez ugye nagyon furán hangzik számunkra, mert egészen más a. Magyarországon ez a helyzet. Ez a zár, ez az egyik lakásom, mikor kivettem egy lakást, zárja volt, ott készítettem a felvételt, ez egy társas ház, a folyosón így nézett ki kint a zárja, ezt kellett bezárnom, mikor elmentem, tehát egy retesz, és ez a lakat. Na most, ha jól megnézzük, kb. egy perc alatt le lehet szedni mindenzt egy csavarhúzóval, és aztán kinyitni. Az ajtót. Tehát ö, ö, m, ugyanez van belül. A, a probléma ezzel ugye az a mi kontextusunkban, hogy nem igazán jó jól zár. A másik probléma, hogy bárki itt látható, hogy rám húzhatja a reteszt, csak a reteszt, és akkor nem tudok kijönni. És hát ugye én azt gondolom, hogy Pistukának az első gondolata az lenne a szomszéd fiúnak, hogy rám húzza a reteszt, mert az milyen jó buli, hogy Zoli bácsit egy kicsit megszivatja. Egy ilyen gondolat szinte meg se fogalmazódik egy butáni fejében, mert miért lenne ilyet? Tehát ez egy rossz karma, mint annak, akinek csinálja a feltett, főleg magának, mert ugye rosszat csinál. Tehát nagyon érdekes, és valószínűleg nem is tudjuk belehelyezni magunkat az ő gondolkodásmódjukba, mert nagyon más. Szintén példa, ez egy ATM, ahol fel lehet venni pénzt. Amikor oda mentem, ez a vizakártya oda volt téve, valaki ott hagyta. Három nap múlva is ott volt, nem jött a gazdája, ezért ott maradt. Egyszer egy ilyen gép elnyelte az én kártyámat, másnap visszamentem, a banki tisztviselő mosolyogva kijött, vagy elém jött, góban ugye, mondta, hogy kövessem, iroda, kiúzta a fiókját, és egy stóc összegumizott hitelkártyát átnyújtott, hogy válaszom ki, melyik volt az enyém. És akkor végignéztem a Mr. Smith, meg nem tudom mi, és akkor kiválasztottam az enyémet, és megköszöntem. Tehát ezek, ezek, a példák ugye mutatják, hogy, hogy egyrészt ugye mennyire más a közbiztonság, illetve mekkora bizalmi szinten működik ez a társadalom. nem azt mondom, hogy ez mai napig így van, mert ugye ezek már egy pár éves történetek, ez bizony erodálódik, sajnos, mert mert hogy sok minden hatás éri bután. Ami még érdekesség, szintén ilyen különbség, hogyha belegondolunk, hogyha nálunk egy komolyabb vagy nem komoly beruházás elkészül, vagy felépítenek valamit, egy utat, egy épületet, iskolát, akkor ugye át kell adni, akkor mi történik? A nemzeti színű szallagot átvágják a fontos emberek. Na most ez egy elképzelhetetlenül furcsán agresszív tett egy butáni szemében, hogy a nemzeti, a nemzeti színű szalagot átvágod egy ollóval. Tehát ők nem ezt csinálják, hanem itt a képen látható, hogy egy át adni ezt a nem tudom mit, és összecsomóznak így finoman ilyen sálak, sálszerűségeket, és két oldalról meghúzzák, és akkor szétbomlik tehát nincs agresszív vágás, illetve újrahasznosítható a dolog. Ez megint csak egy kis apró példa arra, hogy hogyan gondolkodnak másként ők. És itt a végére kanyarodva kicsit összefoglaltam, hogy szerintem mi a butáni boldogság titka, ha bár megjegyzem, mondom, nem tartom jó ötletnek a boldogság versenyt, sem azt, hogy, sem azt nem gondolom, hogy a titkait olyan kéne fürkészni, de mondom, azért megpróbáltam. Én szerintem az egyik alap, hogy nem volt háború, nem ismerik a háborút gyakorlatilag, ezek az emberek nincs erről lenyomat, nincs erről történelmi emlékezet. Segítő családi közösségekben élnek a mai napig, még a városokban is, Találkoztam, itt az egyik képen, mutattam a parasztházat, ott volt egy kisgyerek előtte, az a kisgyereknek nem volt ott az anyja, és kérdeztem, hogy hol van. Hát mondták, hogy bankokban van, öt évig ott tanul. Hát mondom, nagyszerű, és akkor ki neveli a gyereket? Hát a nagy család, ilyen a, 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 a kuzin, meg a, meg a nővére, meg stb. Tehát, hogy ez a segítő család, a közösség nagyon erős mai napig. Gazdag a kultúra. Ez elhelyezi az embereket a világba. Megmutatja, hogy milyen a világ, megmagyarázza, és ezen nem kellett gondolkodni. Az ember beleszületett a közösségbe, beleszületett egy világmagyarázatba. A legmagasabb hegyen túl nem volt, a völgyébe maradt, pár száz emberrel leélte az életét, nem hasonlítgatott, nem nézte a Facebookon, hogy mennyivel szebb a szomszédkertje, és a gazda kultúra megtartotta őt és a közösséget. Ugye ez a kultúra alapja a buddhizmus, aminek vannak olyan tanai, mint a karmatan például, hogy minden tettnek van következménye, ez nagyon erős, illetve az, hogy visszajössz, nem egy életed van, több. Ez nagyon más hozzáállás például a természettel kapcsolatban illetve mindenki igyekszik jól viselkedni, egyszerűsítve, mert az neki jó karma, jó újjászületés, jobb újjászületéshez vezet. Természetet említettem, egyértelműen az, hogy ott ők mindenhova az ember megy természetbe, ütközik, vagy abban van, ez nagyon sokat számít. És hát hagyományosan nagyon egyszerű anyagi igényekkel éltek ezek az emberek. És hát ez nem újdonság, középkori Európa vidék falu közösség hasonló volt. Ezek nagyon egyszerű igények, amiket ki tudtak elégíteni, és nem okozott frusztrációt az, hogy valamit akarnak, de nem tudják megvenni. Tehát ezekből állt össze, most már múlt időben mondom, a butáni boldogság titka, mert bután változik, és nem változnak az értékei is. A butáni változás ugye arról szól, hogy főleg az elmúlt húsz évben nagyot nyitott az ország, és egyre több külföldi érkezik Butánba, turista és, és üzletember és segélymunkás és a többi, illetve egyre többet utaznak a butániak, ők is nem csak Ázsiában, hanem Európába, és Amerikába. Illetve egyre többen dolgoznak külföldön, tehát megismerték a külföldet, megismerik a külföldi értékrendszert, ami most leegyszerűsítve egy nagyvárosi világértékrendszer, minden, ami benne van, a szórakozás, a, a, a pénz szerepe, a fogyasztás, stb. A És ez megjelenik Butánba, itt ezen a képen nagyon szépen látszik, a Goal-ról kibukkan a Superman, ugye ez egy nyugati. hát jelkép, vagy, vagy példakép, megjelennek a különböző márkák, és újra, újra fogalmazzák, megfogalmazzák, hogy mitől leszel boldog. Hát attól, hogy fogyasztasz. És ma már ez a 780 ezer lakos 630 ezer mobil előfizetéssel rendelkezik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenkinek van mobil telefonja, mobil előfizetése, és ezért mobil internete, magyarának kezibe van minden. Facebook, az internet, a Google, a minden. Ez igaza. Nomádokra is fönn a hegyen. Múltkor láttam, hogy lehajtják a jakkokat, ugye megbeszélnek minden telefonon, eladják, vissza, mehelikopterrel mentek. Tehát Bután nagyon gyorsan változik. Én ezt élvezem, megmondom őszintén a legjobban, hogy 10 év alatt, 12 év alatt hihetetlen gyorsasággal változik az ország szemem előtt, néha kicsit keserű vagyok ez mert úgy érzem, hogy bizonyos dolgok elvesznek, de nagyon nagy izgalommal nézem, hogy mi alakul ki, milyen új hibrid kultúra alakul ki. Például a buddhizmus újra fogalmazódik utánba, egy, egy ilyen népi vallásból, amelyet beleszülettek, nem értették, csak követték a rituálékat, egy tudatos Nyugatias buddhizmus kezd kialakulni, ahol a városlakók meditálnak és vegák lesznek. A buddhista szerzetes butánva egyrészt nem vega, már hagyományosan, más, másrészt nem is meditált. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A buddhizmus tesz egy kört, Nyugat-Európa, Kalifornia visszajön, angolul adnak elő lámák, angol buddhista könyveket olvasnak a fiatalok. Na, tehát ez csak egy példa volt, nagyon izgalmasan alakul ez a kultúra. És hát mi járunk is ide, én már 15-ször voltam, egy kata mondta, és legközelebb novemberben megyünk, ezek kis csoportos utak, és hát így a végén szerettem volna felvillantani, hogy kicsit magyar-butáni kapcsolatok történetét mondjuk így, mert izgalmas dolgokat találtam. Ez a ez 1965-ös új szó egyik cikke butáról, ahol a fekete mágia és az öt éves terv között vergődő országról beszélnek, ugye nagyon érdekesen. Tényleg öt éves tervek vannak a mai napig, ez egy indiai hatás, ugye indiai szocialista utat járt, és onnan jött át a öt éves terv. Hát a fekete mágia, azt az ugye nem tudom, gondolom a arra gondoltak, hogy a lámák néha bevetik, és hát a rajzon nagyon szépen látszik, hogy az akkor tehát a magyar újságírók úgy képzelték, hogy így néz ki a butáni király, inkább indiai nap néz ki, és a indiai felfedője van. A ruhát jól eltalálták, az, az a gó, ami a hadseregen van. És hát nagyon izgalommal kutattam, hogy ki lehetett az első magyar, aki eljutott butánba, mert nem én voltam, voltak előttem is, és úgy találom, hogy az első magyar Csávás Imre volt. Ebbe tévedhetek, és remélem egyszer kiderül, hogy ki volt, de ő a 80-as években szakmai okokból került de az ensz dolgozva elindította a butáni haltenyésztést Csávás Imre, és volt szerencsém találkozni, amikor a második könyvemet írtam, vagy készítettem, interjúkat készítek butániakkal, és Tenzin Dendrupúrral is leültem beszélgetni, aki eh, akkor ment nyugdíjba, az Agrárminisztériumban volt államtitkár, és rám nézett, és azt mondta, hogy te vagy a napsugá az életemben. És utána folyékonyan káromkodott magyarul. És kiderült, hogy Tenzin Dendrupúr 20 évesen a 80-as években fél évet töltött szarvason, ahol megtanulta a haltenyésztést, csinyát, binyát, hazajött, és ugye Csávás Imrével közösen elindították a haltenyésztést Butánba. Néhány éve vittek is újabb 500 ezer halikrát szarvasról Butánba, tehát ez egy élő, élő, hanem is intenzív kapcsolat és Tenzin Dendrup úr azóta is tud magyarul. Persze nem én voltam vagyok a napsugár az életében, hanem a szarvasi ABC-s kislány, akinek csapta a szelet. Tehát nagyon érdekes ö, találkozások ö, várnak ránk Butánba. Én rengeteg emberrel, és nem csak Butánival, hanem Bután barátaival, szerte a világból találkoztam emiatt, hogy odajárok. Bután társaságok ö, tagjaival, ö, egy dolog köt össze szerintem minket, azt gondoljuk, hogy a mai gazdasági társadalmi rendszer nem a legtökéletesebb, nem a legjobb, ami elterjedt a világba, nagyon sok előnye volt és van, de látszanak a problémák, látszik a környezet a környezetrombolása és a társadalmi problémák tömege. És úgy tekintünk butára, mint egy példára, nem egy másolandó és nem egy tökéletes példára, hanem egy olyan kis példára, amiből lehet, hogy valamit lehet tanulni, ha más nem kisközösségek számára egy jó példa, hogy hogyan lehet más prioritások mentén élni, hogyan lehet másképp mérni a fejlődést, nem csak pénzben, hanem szellemi és spirituális fejlődésben. Tehát ez az, ami engem továbbra is hajt butánba újra meg újra, és tartjuk a kapcsolatot, tartom vele a kapcsolatot, nagyon sok rendezvényünk is van. És, és, remélem, hogy ez a magyar-butáni kapcsolat egyre, egyre szorosabb lesz. Diplomáciai kapcsolat nincs a két ország között, lehet, hogy egyszer odáig is eljutunk. És hát említve lett a könyvem, most digitális formában lehet már csak letölteni. Jó szívvel ajánlom, akit érdekel részletesebben Bután története, a királyság, buddhizmus, turizmus, stb. És hát végezetül egy újabb butáni közmondást hoztam ide. A szenvedés mindig véget ér, ahogy a boldogság is. És hát ahogy a előadásom is, kinek szenvedés volt, kinek boldogság, és nagy örömmel válaszolok a kérdéseikre.